Hello, sziasztok! Valaki tudna nekem mondani egy időjárási portált, ami nem az időkép, mert ma is, augusztus 8-a van 2023, úgy volt, hogy szeles nap, egy szeles nap, másik, hogy jó erős, dél-nyugati szél lesz délután 2 és 3 közöttől, itt Kaposváron, és épp ezért nem indultam el a Balatonra, meg a másik, hogy 21 fok maximummal. Na már most 25 fok van, széles szál se, na jó, egy pici szél van. És nem egészen értem, hogy ez hol szeles nap, meg hol 20 fokos, mert hogy a 20 meg a 25 között irgalmatlan különbség van nekem, mert én 20 fokban nem megyek el országútizni, mert ráfagy a lábam, kezem, az új végek, a lábujjak. De 25-ben már azért egy téli zoknival tolok egy 60-70 kilométert minimum, hanem is egy, de lehet, hogy attól függ a lincél, akkor egy Balaton oda-vissza is, mert a 105 kilométer, de ha az időkép így szivat, akkor mit csinálok? Nekiállok felsőtest edzésnek, aztán majd délután egy desedakör Montival a kötelező 25-es, ugye, hogy legyen valamennyi aerob, és befejezzük a felsőtestet. Vagy a street workout pályán, vagy otthon, attól függ, hogy sikerül, mennyien vannak, stb. De nagyobb kedvem lett volna most, ha menni egy távot. Szóval valakinek valami ötlete az időkép helyett, ami nem az, nincsenek nagy elvárásaim, hogy ezt a délelőtt 10-kor megnézem, hogy mi lesz délben, meg délután 4-ig érdekel, hogy ezt az 5-6 órás időtartamot, hogy úgy előre látná valamelyik portál, hogy az elég lenne. Na, iratkozzatok fel, ha van ötletetek, ha nem. Edzetek sokat, sziasztok!